Szeretnénk elismerni azt, amit teljesítettetek, és hát remélem, hogy jó hasznát veszitek, van benne szexátkönyv, egy kis édesség, ahogy az illik, bort nem tettünk bele. Köszönöm, de szépen gratulálok neked. Rostási Szabolcs, a Babits Mihály Általános Iskola 4. osztályos tanulója kapta az idei matematika verseny városi különdíját. Igazából kell hozzá sokat tanulni, hogy megértsd, és ha már elég jól tudod, akkor mehetsz mindenféle versenyre, amin akár díjazott is lehet. A Babits iskola 20 esztendős hagyománya a matematika verseny, amin ez alatt a két évtized alatt közel 1500-an mérettették meg tudásukat. Ezúton szeretném megköszönni az ötletgazdának, Szurovec Erzsébet matematika tanárnőnek, aki hosszú évekig volt az iskolánk igazgatóhelyettese is, és mint matek szakos, ő kezdeményezte 20 évvel ezelőtt ennek a versenynek a megszervezését, és hát nagyon sokan mellé álltunk, és így indult el tulajdonképpen ez a versenysorozat. Az alapgondolat a sikerélmény alapú versenyeztetés volt, éppen ezért a feladatok is ennek megfelelően készülnek. Ácsezős Szekszárd polgármestere azt mondta, a tehetséggondozás minden formáját támogatni kívánja a város. Az egyéni segítség, vagy a plusz segítség, amit tudnak adni a tanárok, az képes lehet arra, hogy kihozza ezekből a gyerekekből azt, ami bennük van, és azt a tudást, ami aztán később a továbbtanuláshoz, majd a felnőtté váláshoz is szükség. És én azt gondolom, hogy ha itt megmérettetnek Szekszárdon, akkor bízhatunk abban, hogy esetlegesen felnőttként már végzett egyetemistaként is itt képzelik el majd a jövőjüket. Úgyhogy a tehetséggondozás az a középiskolákban, általános iskolákban nagyon-nagyon fontos. A Babits iskola idei versenyére 9 iskola küldte el tanulóit, a jelentkezők száma meghaladta az 50-et.